Nagy ajándék a sorstól, ha valaki képes belemélyülni egy réges-régi történetről szóló könyvbe. Elréved a múltból itt maradt öltözéken, viseleten, kitüntetéseken. Mindez nagy idők nagy tanúja. Sokat látott emlékek, beszédes üzenetek az évszázados múltból. Nekünk nyíregyháziaknak, megyebeli embereknek, de a messzi távolból érkezőknek is elérhető a több száz éves múlt a Besenyei téri Kálai házban. A mai világ az félelmetesen gyorsan változik, digitalizálódik, különböző olyan internetesztrádák vannak, ahol nem feltétlenül olyan értékek jelennek meg csak, amelyek az emberi életet esetlegesen pozitív irányban befolyásolhatják. Egy ilyen intézménynek, mint egy múzeum, pontosan az a feladata, hogy emlékeztessen a régmúltra, a régmúltnak a nem csak a hagyományaira, hanem az emberekben lévő jó szándékra, arra, hogy adtak itt valamit, arra, hogy milyen konklúziókat lehet levonni a különböző személyi történésekből, történetekből, történelemből. Ahogy a Biblia is mondja, nincs semmi új a nap alatt, és lényegében nincsen semmi új a nap alatt, csak korszakonként mindig változik, és a kor társadalmi szokásainak, normáinak megfelelően tárolódik az emberek elé. Én ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy azokat a hagyományokat, amelyeket itt Nyíregyházán, a városra jellemzőek, vagy a magyarságra jellemzőket, azokat ápoljuk, és annak mindenképpen a pozitív mondani valóját adjuk át a jelenkornak is, meg az utánunk következő generációknak. Ápolni kell és közkincsé tenni ezt az örökséget, tulajdonképpen ez a múzeumok dolga, folytatta a történész. A 30 éves gyűjtemény bekerült a nyíregyházi nemzeti értékeket bemutató értéktárba. Vetített képek mutatták a csütörtök esti eseményen a több száz éves família történetét, a gyűjtemény alapításának emlékeit. Azt, hogy a korábbi 145 négyzetméterről mi és hogyan került át a Kálai ház 1200 négyzetméterére. Gyönyörű szép dolgaink vannak, de kiemelnék legalább kettőt, 1764-ből a Magyar Királyi Szent István rendet nagykereszttel és csillaggal, vagy éppen a 1429-ben alapított aranygyapjas rendnek a 19. század végi típusát, amelyek csak nálunk láthatóak, úgyhogy érdemes ezért is ellátogatni a Kálai gyűjteményben. A gyűjtemény alapító a néhai miniszterelnök Kálai Miklós fia, Kálai Kristóf. A máltai lovagrend szentszéki nagykövete 1992-ben Rómában fogadta az akkori nyíregyházi polgármestert, hogy megbeszéljék a múzeum alapítás részleteit. Az azóta eltelt 3 évtized bizonyította, hogy a közönség fogékony az értékekre. 2022 nekünk egy kiemelkedően nagyon jó év volt, mint látogatói létszámban, mint bevételben, illetve egyre jobban megismerik a Kálai gyűjteményt határon túl és határon, innen is határon túl. Ugyanakkor tavaly elnyertük az évmúzeum a külön díját, és egyre több díjat úgymond zsebelünk be, és egyre népszerűbbek vagyunk, köztudatba bekerülve egyre többen látogatnak el hozzánk. A közeljövőben a Mikulás hét alkalmával fogadnak 700 gyereket a gyűjteményben, illetve több száz iskolás is érkezik még, hogy megnézze a november végéig nyitva tartó Magyar Honvédség 175 évét bemutató emlékkiállítást.